Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform. Kriptoverzum, ismét üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az elmúlt napok eseményeiről fogunk beszámolni a következő percekben Németországból, mert hogy arról lesz szó, hogy a német állam piacra dobott olyan bitcoinokat, amiket korábban foglalt le egy bűncselekményből származó bitcoinokat, lefoglalt bitcoinokat dobott piacra. Szóval, meg is mozgatta a piacot, de minden szépen sorban átbeszélünk majd nem sokára. Milyen igen, előjáróban talán annyit, hogy ezt a Movie 2K kalózfilmeket üzemeltető weboldaltól foglalták le, és jelölt pénztárcában volt a német államnak 50 ezer bitcoinja. Ami tehát azért... be tudjuk azonosítani, hogy az a német állami. Igen, tehát ez publikálva lett, hogy ott tartják ezt a lefoglalt összeget. Sajnos arról nincsenek friss információim, és nem tudok beszámolni, hogy magának, annak az ügynek milyen jogi folyamatán mentek keresztül odáig, hogy a német állam értékesíthesse, vagy ezt lehet, hogy akármikor. Az a lényeg, hogy egyébként a világon ez nem egyedülálló, hát Amerikában számtalan lefoglalt bitcoin cserélt már gazdát, tehát adta el az amerikai állam, és egyébként nem csak az amerikai állam. Azért ennek megvan a módja, ezeket nagyon ritkán teszik meg tőzsdén, és hogyha mégis centralizált tőzsdén kerül értékesítésre, akkor itt szigorú szabályokat szoktak követni, pénzügyi szabályokat, amit viszont a német állam nem tett meg. Tehát ezt az összeget, ezt OTC ügyleteknek hívják, tehát hogy ez tőzsdén kívüli ügylet, hogyha én egy állam vagyok, és azt mondom, hogy van ennyi eladó bitcoinom, akkor nyilván egy minimálisan a piaci ár alatt ezt bármikor el tudom adni. Ma már erre nagy szereplők vannak, akár egy BlackRock, akár egy hasonló szereplő, az fel fogja ezt vásárolni. Ez de azért a német állam nem így tett. Igen, és ugye azért logikus, mert maga egy ilyen nagy mennyiségű eladás, még hogyha a kereskedési szakszerűséget követi, mint amit egyébként szokott követni bármelyik alapkezelő, tehát ez egy olyan pénzügyi művelet, ami egy vagyonkezelőnek egy alapművelete, tehát ezt tanítják az egyetemen, és nyilván nem a kriptokkal kapcsolatban is, nem egy-két éve, hanem évtizedek óta ennek megvan a módja, hogy ha nem tőzsdén kívül adjuk el, akkor milyen ütemben, hogy adjuk el, hogy ennek ne legyen nagy price impactje, tehát ne legyen nagy hatással az árfolyamokra, hiszen az eladónak sem érdeke, hogy a saját vásárlásával már a saját eladásának a bevételét is csökkentse. És erre vannak bevált matematikai módszerek, hogy mindenki jól járjon, tőzsdén kívül mennyivel kell olcsóban adni. Itt nem 5-10%-ra kell gondolni, hanem akár 1% alatt, vagy maximum 1-2%-kal, tehát több bevételhez juthatott volna a német állam. De ez azért is... De ő rádobta a piacra az egészet? Rádobta a piacra, három tőzsdén tette ezt meg, és ezt három darab eladással hajtotta végre, aminek volt hatása. És akkor jön egy csomó minden, amit csak bele tudunk fantáziálni, mert valójában nem tudjuk, hogy mi volt a háttérben. Na de mielőtt fantáziálunk, mennyi bitcoinról van szó? Ugye ebből az 50 ezer bitcoinból 19-én kimozgatott, tehát a jelölt címekről, ami publikusan ismert cím, és mindenki nézheti, onnan ki lett mozgatva 6500 bitcoin, és ebből a 6500-ból egyébként 900-at adott el a német állam, ezt három tőzsdén tette meg, a Krakenen, a Coinbase-en, és a harmadikat azért mondom, mert a hírekben a harmadiknak több tőzsde is meg van nevezve, úgyhogy én most nem találgatok, egy harmadik nagy tőzsdéről van szó. Ugye itt összesen 900 került eladásra, amit három darab eladási műveletbe hajtott végre, ami semmiképpen sem nevezhető szakszerűnek. Na most két dolgot lehet elképzelni, és biztos, hogy vagy A, vagy B a valóság.
vagy ennyire amatőr a német állam. Én ezt nehezen tudom elképzelni. Egyszerűen nem tudom beléjük látni azt, hogy ennyire szakszerűtlenül kezelnék ezt a dolgot, mert hogyha az a vagyonkezelő az mondjuk ennyire nem ért a tréderéshez, akkor nyilván hívnak egy szakértőt, és azért Németországban akadtak olyan szakértők, akik ehhez értenek, de egyébként ez nem kell olyan speciális szakértelem, ez egy alapvető portfólió menedzsment művelet, úgyhogy magam részéről, ez az én egyéni szubjektívem, én kivenném a képletből a dilentalizmust. Ha viszont ez szándékos volt, akkor vajon mi ezzel a szándékuk? Ezt én nem tudom megmondani, viszont az nagyon beszédes, hogy 50 ezer bitcoinnyal rendelkeztek, ebből kimozgattak 6500-at és 900-at adtak el. Mit tapasztalt a piac? Hogy ezzel bizony jelentősen meg tudják mozgatni az árfolyamokat, mert ugyan benne vagyunk egy, reméljük, hogy rövid távú csökkenő trendben, ez is csak egy szubjektív vélemény, hogy szerintem egy rövid távú csökkenő trendben vagyunk, és ugye itt a 65-70 ezerről már lementünk, jóval 65 ezer alá, ilyen 62 ezer környékén voltunk, míg ezzel az eladással sikerült levinni 60 ezer dollár alá az árfolyamot. És ki tudja, hogy mikor jön a következő eladás? Mert ki hogy tudja, ugye van mikor jön bőven a következő eladás, ellenben azt is tudjuk, hogy miután sikerült levinni az árat 60 ezer dollár alá, tehát 59 ezer valahány száz dollárig leesett az árfolyam, utána történt vétel a német állam részéről, amit egyébként itt teljesen pontos számokat nem lehet tudni, hiszen amikor a centralizált tőzsdén bent van már az az összeg, akkor ott már nem látjuk, hogy melyik pénztárcához köthető. De mivel kerek összegek mentek be a pénztárcára, és láttuk, hogy ezzel megegyező méretű eladási művelet hajtódott végre azon a tranzakción, így rendkívül valószínűtlen, hogy nem a német államhoz köthető entitás adott el ilyen szakszerűtlen módon ekkora összegű pénzt. Viszont teltek múltak az órák, az árfolyam megindult fölfele, és történt kiutalás ugyanarra a pénztárcára, ez sem azt mutatja, hogy nagyon értenek a dologhoz, hogyha ezt el akarták rejteni, szerintem nem, hogy történt kiutalás, magyarul utána történt kisebb összegű vásárlás a részükről, és ezt méghozzá úgy hajtották végre, hogy ugyanarra a jelöletlen címre küldték vissza, ahová érkezett előtte a jelölt pénztárcáról a beutalás, úgyhogy az vitathatatlan, hogy nagyon furcsa helyzetről beszélünk, hogy pontosan mi a szándék mögötte, azt nem ismerjük, viszont egy üzenete mindenképpen van, hogy megvan a képességük, hogy hirtelen negatív irányba csak ők egy önálló entitásként tudnak hatni globálisan a bitcoin árfolyamára jelentősen. Mondjuk ezzel nem okoztak meglepetést, mert azért volt már ilyen, vannak még ilyen egyének, államok, társaságok, akik nagyobb mennyiségű bitcoinnal rendelkeznek, és meg tudják mozgatni a piacot. Tehát ezt most miért kellett megmutatni? Ezt eddig is tudtuk. Sokan játszadoznak az árfolyammal így. Hát a legismertebb Elon Musk hányszor játszik az árfolyammal, hányszor játszott az árfolyammal? Valóban igazad van, sokszor játszott vele. Az a különbség, hogy amikor Elon Musk elad, arról nekünk fogalmunk sincs, hogy Elon Musk eladott, mert azt profin hajtják végre. És mindenki abból indul ki, hiszen ez a normális, hogy aki elad, az a lehetőségekhez képest úgy akar eladni, hogy az eladott mennyiség után a legtöbb pénzt tudja bezsebelni. De itt most a német állam vesztett rajta. Hát, hogyha ezt egy kicsit meggondoltabban és tervezettebben adja el, akkor lényegében, ha csak azt mondjuk, hogy ugyanezt a mennyiséget és ugyanennyi idő alatt adja el, csak jobban szétdarabolja egyébként több tőzsdére, mert ugye az adott tőzsdén könnyen meg tudja mozgatni az árfolyamokat, mert nyilván a globális piachoz képest az a három tőzsde az kicsi. Egyébként nagy tőzsdékről van szó, de ha ezt önmagában csak a Binance-en hajtotta volna végre, akkor már kisebb lett volna a hatása, hiszen nagyobb a likviditás a Binance-en, mint ezen a három tőzsdén együttesen. De hogyha még ezt szétdobálja a 10 legnagyobb tőzsdén, akkor sem lett volna ekkora hatása, ezt nem tette meg.
Én a magam részéről nem tudom elképzelni, hogy ez véletlenül történt. Viszont ha véletlenül történt, akkor innen jelentkezünk, hogy legközelebb segítünk. Mindenesetre a választ hagyjuk meg a hallgatóknak, mindenki eldöntheti, hogy melyik A vagy B verzióra teszi le a voksát, ugye, amiről beszéltünk. Viszont kicsúsztunk az időből, ennyi fért bele. Vidákovics Attilának, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójának. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, hallgassanak minket YouTube-on, Spotify-on, visszahallgatható minden adásunk. Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alpha kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!